Azt szeretném kérdezni, hogy akkor ön gyerek volt, kislány, akkor volt-e valami álma, hogy mi szeretett volna lenni? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a legtöbb lány hercegnő, vagy valami hasonló szeretne lenni. A díszlettervező. Ilyen filmes díszleteket tervezek. Én divattervező szeretnék lenni. Hát, én színésznő. Szeretnék lenni film színésznő. Állatorvos. Egyértelműen állatorvos. Most mi? Most ipari termék és formatervezőnek tanulok, mérnöknek. És mi lett ezzel az állatorvosos álmával? Hát rájöttem, hogy borzasztó sok év orvosi, és az országban erre a legmagasabb a ponthatár erre az egyetemre. Én orvos szeretnék lenni. Konkrétan még nem döntöttem el, de valahol ott a gép környékén, vagy kamera környékén, szóval vagy játékprogramozó, vagy pedig a filmes szakmában. Én rendező szeretnék lenni, konkrétan, de mi az, mindig is úgy voltam vele, hogy részt akarok venni akármilyen filmforgatáson. Hát egy vállalkozó szeretnék lenni. Szeretnék egy saját céget megalapítani. Üzletasszony szeretnék lenni. Cégeket fogok alapítani, meg ilyesmi. Szóval... Amikor kisgyerek volt, mi szeretett volna lenni, ha felnőtt? Ez egy nagyon jó kérdés. Katona. Elmentem katonai főiskolára, megnéztem belülről a rendszert, azt úgy döntöttem, hogy mégsem akarok az lenni. És utána lettem közgazdász. Kisgyermek volt, mi szeretett volna lenni? Tanár, vagy ápolónő. Ez a kettő. És most mi? Tanár vagyok. Tanár. Akkor megvalósította az álmát. Szerintem össze fog jönni, hát azért kell hozzá tanulni. Hogyha nagyon akarom, akkor igen. Akkor össze fog jönni.